A nyugati asztrológia négy elemet vesz figyelembe: a földet, a vizet, a tüzet és a levegőt. A kínai ehhez a négy elemhez a fémet is hozzáveszi. Filozófiájuk szerint ezek az alapminőségek adják a világ arculatát, annak körforgását. Ebből az apropóból hívtuk segítségű szakértőnket, akitől azt is megtudtuk, hogy augusztusban a Yangfénbe léptünk át. Yin víz és nyúl évben vagyunk. A víz az ugye a Yin víznek a képe, ha egy képet akarok itt a kedves nézők elé tenni, akkor az a köd. A fém a harc, az erő, a szilárdság eleme. A fém mindig a hatalom jelképe volt, a harcosok, királyok ebből készítették a páncéljukat, illetve a fizetőeszköz is ebből készült. Ezzel fog most szembe jönni az augusztus, mert ugye mai nappal beléptünk a kínai asztrológiai augusztusba, ami viszont fém, tehát itt a víz és a fém fog most találkozni, és hatni valójában mindenkire, mindenkire egy kicsit másképpen, mert aki eleve víz, arra megint másképpen hat, mint aki tűz, vagy aki már önmagában fém, mint amilyen mondjuk én is vagyok. A sok fémelemmel rendelkező emberek rendkívül magabiztosak, megbízhatóak, merészek, szeretik a kihívásokat, élteti őket a küzdelem. Ugyanakkor szeretik a csillogást, meglehetősen hiúak, sokat adnak a külső megjelenésre, a külsőségekre. A fém értékálló, ahogy az ő értékrendjük is szilárd, mindenek fölött hűségesek, nem csak barátaikhoz, hanem önmagukhoz is. Ők a tipikus mítikus hősök, a régi mesék legendás kalandorai, harcosai. A fémtípusú emberek legendásan hűségesek, segítőkészek, kitartóak, bármit képesek véghez vinni, amit elterveznek. Fontos számukra a hírnevük, sokat adnak a külvilág véleményére, szeretik, ha elismerik őket, a munkásságukat. Tehát a Yangfém aznak a képe, hogy el tudják képzelni a kedves nézők, az a harcos. Sisak, páncél, kard. Erről szól az egész hónapunk. Igen, ám, de ő egy ilyen jótékony harcos, aki megvédi a gyengéket, meg a rászorulókat. Szóval szól az igazságról, arról, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz, hogy merjünk szembenézni a saját korlátainkkal, ne vállaljunk be olyan dolgokat, ami már nem a miénk. Szól kicsiben nagyban az igazságról, arról, hogy esetleg sok mindenről kiderül, hogy nem is az, aminek látszik. Szól a jó döntéshozatalról, mert ebben a hónapban valamivel könnyebben fogunk tudni dönteni, ha döntéshelyzetbe kerülünk. A 8-as számnak különösen nagy szerencsét tulajdonítanak a taoista numerológiában. A mandarin nyelvben a 8-as, mint szó, bá, úgy hangzik akárcsak a gazdagság fá, amely fá csáj rövidítése, mely gazdagot jelent. A kínai asztrológiában a 8-as szám az mindig is fontos szerepet töltött be, és ugye most 8-as hónap 8-as napja van, ami nemes egyszerűséggel azt jelenti, hogy a pénz és a gazdagság napa, hát nem mondom úgy, hogy a napja, mert hogy igazából ez a 8-as az egész hónapban elkísér minket, de igazából szimbolizálja azt, hogy bőségben vagyunk. Kérdés az az, hogy itt ebben a nagy ködévben észreveszünk-e a bőséget. Vagy ott apró dolgokban is meglátjuk-e már, hogy valójában nekünk mennyi mindenünk van. Vagy pedig elvetjük a súlykot és olyan dolgokat hajtunk, olyan dolgok után megyünk, ami valójában nem is kell, hogy a miénk legyen. A fémnek, mint minden elemnek van női és férfi megnyilvánulása. A Yangfém a hős, erős páncélú kivont karddal pózoló nemes lovag. A Yangfém emberek a mai kor lovagjai, rendőrök, tűzoltók, katonák, ügyvédek, a rend és az igazság őrei. Szilárd, a mai kor szemével nézve régi módi az értékrendjük, amihez mindig tartják magukat. Nekik még jelent valamit a becsület, igazság, hűség, az adott szó szentsége. Jellemző rájuk a tenni akarás. Szeret tenni a közösségért, segítőkész, a gyengék védelmezője. A pontos születési idő megadásával könnyen meghatározhatjuk mi is a személyiségtípusunkat, ami segíthet jobban megismerni önmagunkat és meghatározni céljainkat. Úgy tudjuk legkönnyebben, hogyha egy személyes asztrológiai elemzést választ ki magának valaki. A fontos születési dátum az fontos lenne, tehát az óraperc is nagyon jelentős, mert az, ami az óraperc, az lesz majd ugye az óraoszlop, az például nagyon sok olyan dolgot rejt, amit ugye sokan nem tudjuk a születési óránkat, de ott vannak például a vágyaink, az küldetésünk, amiért itt vagyunk. A Yangfémre jellemző, hogy rengeteg energiával rendelkezik, ami kedvezően fog hatni augusztusban azok előtt, akik komolyabb döntések meghozatalára várnak.